terasz árnyékolására lett felszerelve ez a kitekerhető napellenző, aminek az automatikus működtetését kellett megoldani. Ez a napellenző motoros, tehát sima nyomógombbal vezérelhető, de lehet ez kényelmesebb nincs, hogyha fényre működik a vezérlése, amikor erős a fény kimegy, gyönge visszamegy. Persze meg kell oldani azt, hogy szél esetén be legyen húzva, ezt egy szélérzékelő segítségével lehet megvalósítani. A szélérzékelő egy meteorológiai állomásból származik, rádiósan adja a széladatokat és a hőmérsékletet is, de még a páratartalom is leolvasható belőle, ott lehet látni, a parabola antenna fölött van felszerelve. Ennek az érzékelőnek a jeleit fogadja egy automatika. Ebben itt van benne egy kis rádiós modul, 434 MHz-en működik. Fél percenként jönnek le a szél, hőmérséklet és páratartalom adatok. Ez dolgozza föl aztán egy PIC mikrovezérlő. Futófényszerűen folyamatosan látjuk a felső sorban az adatokat. Átlagszél, szélnyírás, a széllökés inkább, hőmérséklet, relatív páratartalom. Az időt azt maga az automatika kezeli, a napellenző állapota most zárva, egy fényellenállással mérjük a fény relatív értékét. Ennyi, tartozik hozzá egy menürendszer, be lehet állítani az órának az adatait, a hét nap a napja, hány óra van éppen, perc, fény ki, mi az a fényérték, amikor kimegy a napellenző, mi az a fényérték, amikor bevonódik. Mi az a szélérték, amikor kiengedhető a napernyő, mi az a szélérték, amikor mindenképpen be kell húzni, mennyi másodpercig megy a motor, amikor kiengedjük, ugyanígy, amikor behúzzuk, mennyi ideig kell fönnállni annak a szélértéknek, vagy napfényértéknek, mielőtt életbe lép az automatika, ez most 5 perc, legyen-e fényre működő automatizmus. Az egésznek a lényege ez, hogyha ezt nullába tesszük, akkor nem működik az automatikus fény követés. Szélre ugyanígy, hogyha valami gond lenne a szélérzékelővel, akkor ezt így ki lehet iktatni. Háttérfénye a kijelzőnek, mikor kapcsoljon be, milyen fényértéknél. Ez egy paraméter, különböző rendszer, egyéb egybites beállításokat lehet itt állítgatni. A hibakód az érték a rendszerben most éppen nulla, tehát hibamentes. Ennyi gyakorlatilag. Ki lehet engedni kézzel a napernyőt, ilyenkor a beprogramozott ideig működik a relé, adja a kifele irányú fázisra a feszültséget. Ezt persze meg is lehet állítani tetszőlegesen. Ez a bevontatás ugyanígy. Ennyi. Úgy kell beállítani az időértéket, hogy mindenképpen beérjen a napernyő annyi idő alatt. Körülbelül ennyi. Ja, van egy kézi működtető kapcsoló, biztos, ami biztos itt alul, hogyha az automatikát kikapcsoljuk, vagy elromlik, vagy bármi van, akkor kézi kapcsolóval is lehet működtetni a napernyő motort. Hát ennyi, gyakorlatilag ennyit tud